Megyes színen vagyok, Budafokon focizom, és bal hátvéd vagyok. Hát én inkább csak ilyen videókról így láttam apumat focizni, mert azért még nagyon kicsi voltam, és én nem nagyon emlékszem. De az az üzenet, vagy hát az maradt így bennem a videókról, hogy soha ne adjam fel, és mindig magamban bízzak. Ne engedjem azt, hogy mások befolyásoljanak. Hát úgymond sportos család, nyilvánvaló, de én szerintem, hogy a apum halála az is volt, hogy minket összekovácsolt még jobban is, csak azért is megmutatni, hogy van rá. Tehát, hogy bizonyítani a sportban, bizonyítani a magánéletben, és bizonyítani a családban is. Hét méter körül? Hát azért követem a pályafutását a Renikének, és jó halad nagyon. Hát több korosztályban is megfordultam, ugye, mert szerintem olyan jó labdarúgó voltam, hogy egyel följebb is játszottam. Tehát például Varga Erik, aki most a tesómnak a barátja is, tehát arra is visszaemlékszem, hogy vele együtt voltam a csapatban, de ő apukája is akkor edző volt, és őrá is szívesen visszaemlékszem. De így a 93-as korosztályból Bögi Lacira visszaemlékszem még, ő most azt hiszem edző is dacban, arra visszaemlékszem, és a szép évek voltak, tehát szívesen visszagondolok ezekre az évekre. Hát apum Törökországban focizott Izmirben, és ott volt a legjobb haverja, és úgy hívták, hogy Sinan. És akkor így a anyu még az úgy döntöttek, hogy ezt adják ez lesz az én nevem, mert az ilyen szép visszaemlékezés lesz meg később is a törökországi foci karrierje apumnak és a barátságra. Hát így különösen képpen nem tudták inkább kiejteni sokszor, de így nem látnám ennek a hátrányát. Tehát még mai világban még szerintem még ez így is jól is néz ki. Tehát én szerintem úgymond így menőbb volt, mert régebben ugye nem volt ilyen szokatlan, de mai világban már szerintem ez ilyen normális. Hát mérföldkőnek nem mondanám ezeket, inkább jó tapasztalat, és azt érzem most is magamon, hogy sok edzővel megismerkedtem, és így nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, de a legnagyobb mérföldkőnek nyilván a Győr U19-ben, az utánpótlásban szereztem legtöbb tapasztalatot, és most így legutóbb Budaörsön, ahol végre felnőtt labdarúgóként tekintettek rám, és sok tapasztalatot gyűjtöttem ott, és úgy éreztem magam, hogy tagja vagyok a csapatnak, és ez egy felnőtt bajnokság, és lehet bizonyítani. És én szerintem úgy látni, hogy tudtam bizonyítani, és tudtam feljebb lépni is. Nekem az ül, ha egy edzőnek az a felfogása, hogy a hátvéd nem csak hátvéd, hanem tud hozzásegíteni a támadójátéknak is. És én úgy érzem magam, hogy hozzá is tudok tenni így a kreativitásommal, és azért is szerintem Budaörsön azért is ment a játék, mert az edző kötelezővé tette, hogy előrefele támadjak. Tehát, hogy az az előrelépés, az, hogy valaki hátul áll és védekezik, az is rendben van, csak ha előrefele tud valamit alkotni, akkor az emberek, meg a többi, aki foci körül van az ember, akkor felfigyelnek rá, és akkor így eladhatóvá válik a játékos is. Hát én úgy látom, hogy utolsó években nagyon sokat fejlődött a magyar foci. Szlovákhoz képest szerintem rengeteget fejlődött. És hát most látni ugye a Fradin, hogy ott van a BL csoportkörben, nem rossz eredményeket ér el szerintem. Jól játszik. Hát technikásabb a magyar foci, mint a szlovák. Szlovák az ilyen inkább küzdés van és sok párharc. De most így valahogy a magyar
jobban is van támogatva nyilván, de sokat fejlődött. Tehát én kint vagyok már 5-6 éve lassan, és én látom a fejlődést ebben. És látni az eredményeket is, a válogatott is kijutott az EB-re, azért az is egy jó jelkép annak, hogy azért fejlődik a foci valamelyre. Hát a Budafokat ilyen közé, mindenki azt mondja, hogy kiesésért fogunk küzdeni, de így már letelt az egy harmada a bajnokságnak, mindenkivel találkoztunk, kivéve a Fradival, és én úgy látom, hogy egy középcsapatnak szerintem a Budafok az teljesen rendben van. Tehát én azt látom, hogy itt mindenki azt mondja, hogy kiesés, meg minden, de elnézve a többi csapatot, nincs akkora játékos állományunk, de a középmezőny az simán meg lehet. Ugye most a pontszám is megvan rá, és van még hátra kétharmada a bajnokságnak, és szerintem nem állunk rosszul. Én azt látom, hogy a csapatkapitányunk, a Kovács Dávid, azzal szerintem így jól megértjük egymást. Adtam is neki gólpaszt Zalaegerszeg ellen, és szerintem a Kulcsár Kornélre 10-es mezbe játszik, az nagyon technikás játékos, és jól megértjük egymást, szerintem vele is. És ami azt illeti, hogy ellenfélként, hát most például az Újpesten játszottunk Simon Krisztián, ugyanúgy válogatott játékos, az biztos, hogy hozzátesz, de ugye a Fradit, megint a Fradi, hogy ott azért olyan játékosok vannak, hogy nemzetközi szinten is helyt tudnak állni. Tehát bármelyiket sorolhatnám ott. Hát legtöbbször a barátnőmmel töltöm, ugye? És amikor tehetem, akkor családhoz jövök a szerdahelyre, és kikapcsolódok kicsit a focitól, mert azért kell ez is. De így azért befolyásolja nyilván a Covid az egészet. Nem lehet annyit mozogni, de azért oda vigyázok magamra is, hogy nehogy baj legyen, de így én annyira nem érzem, mert mindent eddig, amit csináltam, akkor majdnem nagyjából mindent meg tudok. Igen, hogy az elején mindenki utálta, vagy hát nem szerette, vagy nem vallották be, hogy hallgatják a zenét, pedig jó volt, és most eltelt pár év, és már mindenki Justin Bieber fan lett hirtelen, de én akkor is szerettem, amikor amielőtt így bedurrant az egész, és most már mindenki mondja, hogy tényleg jó zenész, de hát ő is átment egy sötét időszakon, tehát ő is volt függő, meg depressziós, ez kihatott gondolom rá nagyon, és én szeretem, megtalálom magamat a zenébe, de ugye én a zenenállam ott kezdődik a Queen-nél, tehát a Queen is az egyik kedvenc rockbandám, klasszik rockbandám, de is a Freddie Mercury, tehát ez az egy valami. Hát itt konkrétan nincs semmi, mindent megnézem, de inkább sorozat, én inkább ilyen sorozatos vagyok. Tehát a kedvenc sorozatom a Totál Szívás. De egyébként mindent megnézek, tehát nincs olyan, hogy most ez ilyen fajta is, nem? Mindent megnézek. Hát próbálok odafigyelni, tehát csak meccs után szoktam olyan kaját enni, amit elvileg nem szabadna, de odafigyelek. Odafigyelek a kajára, reggelire és ebédre és vacsorára is. Meccs után szoktam így pizzát enni, vagy ilyen, úgy szoktam mondani azt a napot a meccs után, hogy cheat day, hogy akkor lehet bármit enni. Top pizza. Hát inkább apum, a Bugi és anyum szoktak így szurkálódni, amikor a nagy szombat játszik a dacsal, de így nem szoktunk így nagyon vitázni. Én nyilván más szemmel nézem, mint a szüleim és a tesóm, mert ők annyira azért nem értenek hozzá, ők tényleg szurkolóként néznek, nekem meg úgy nehéz, amit ők mondanak, én teljesen máshogy látom. Néha vannak szép meglátásaik, meg adok nekik igazat is, de én azért mindig más szemmel nézem ezeket. Hát elsősorban foci körül szeretnék későbbiekben is mozogni. Megvan a céllicenszem, és egyenlőre azt megcsináltam edzőként. Gyerekekkel szeretek foglalkozni, tehát ott látnám magam először. Ugye már meglátjuk, mit hoz a jövő, de szerintem sok tapasztalatom van, mert nagyon sok edzővel dolgoztam, jóval is, rosszal is. Az,
az relatív, hogy melyik a jó, melyik a rossz, már rossztól is lehet tanulni, hogy azt nem lehet csinálni, tehát. Dasmus. Szívesen felvenném a Dasmus, mindig is szerettem volna játszani felnőtt csapatba és bizonyítani saját magamnak, hogy tudok itt is játszani és jó teljesítményt nyújtani. Hú, 100%-ban? Nem tudom, 30, mondjuk most 30 jelen. Hát vannak hosszú távú célek és vannak rövid távú célek mindig nálam. A rövid távú az, hogy minden jobban szerepeljek a Budafokban, a csapat minél feljebb kerüljön a tabellán, és ők is minden jobban szerepelsenek, és utána nagyobb csapathoz szeretnék kerülni, ahol megint további célok lesznek majd, és utána esetleg külföld megint. Hát jó megnézni ilyen motivációs videókat, de minden meccs előtt elveszik a varázs ebből. Tehát kell egy rutin, szerintem, ami megvan egy játékosnak, vagy meccs előtt, vagy hétközben, amit csinál, hogy ne, hogy kizönkentse magát, ha jól megy neki a bajnokság, a meccsről meccsre jól halad, akkor legyen meg az a rutin. Nyilván kicsit lehet rajta mindig változtatni, ne, hogy monoton legyen, de kell a rutin ebbe is az, hogy kis megszokásra legyenek, vagy így. Nekem az van például, hogy van egy kedvenc sípcsontvédőm, vagy nem tudom, és akkor az így felhangol a mérkőzés, hogy mindig az van nálam. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást.